Alig 10 éve kezdték felhívni magukra a figyelmet a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók. A kezdeti szerény eredmények után világkupa sikerek, EB, VB érmek következtek, majd a habatortán, vagyis az olimpiai aranyérem váltóban. Vendégem Liu Shaolin Sándor és Liu Shaolin, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hát végre most már személyesen is gratulálhatok nektek ez az elképesztő sikerhez. Érzitek már? Mert ugye amikor megvolt ez az érem, akkor azt mondtátok, hogy hát pár nap kell, hogy ezt feldolgozzátok. Azóta már volt egy világbajnokság is, szóval hogy álltok most ezzel? Köszönjük szépen a meghívást, és jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát amikor azt mondtam, hogy lehet, hogy szükségünk lesz egy-két napra, hogy feldolgozzuk, akkor lehet, hogy hazudtam, hiszen még mindig nem sikerült feldolgozni, és már több mint egy hónap eltelt, úgyhogy még mindig próbáljuk egy kicsit emészgetni ezeket az érzelmeket. De majd, hogyha sikerül feldolgozni, akkor bejelentkezünk és szólunk. Gyurta Dánieltől olvastam, hogy amikor ő megnyerte az ezüstérmet az olimpián, ő utána úgy kezdte a gimnáziumot, hogy ugye tök fiatalon megmutatták ezt az olimpiai bajnoki döntőt, és ő így kezdte az iskolát, és nagyon nehéz volt ezt neki feldolgozni, hogy ugye mindenki ismeri, mindenki szereti. Milyen ez most már, akár neked, a testvéretek is bent volt az iskolában, amikor egy élménybeszámolót tartottatok, szóval azért az élet mindenképpen felfordult körülöttetek. Igen, azért úgy gondoltuk, mikor fiatalok voltunk, hisz minden kisgyereknek az álma az volt, hogy egyszer majd olimpiai bajnok lesz. Kicsit örülök is, hogy ugye nem abban a korban szereztük meg ezeket az érmeket, amikor nagyon fiatalok voltunk, hisz tényleg akkora teher lett volna számunkra. Így talán kicsit könnyebb feldolgozni. Hát ahogy mondtad, nagyon-nagyon megváltozott az életünk, de nem hiszem, hogy ettől más embereknek kéne lennünk a jövőben, hisz mi ugyanúgy megtesszük a dolgunkat, ahogy eddig is tettük, szóval nem hiszem, hogy a személyünk az megváltozna ezek után. Mi kellett ez az olimpiai éremhez? Azt gondolom, hogy rengeteg munka és valami egészen különleges hozzáállás, ami titeket és a csapatot is, az edzőket is jellemzi, de azért azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok fejbeni munka, amit talán egy kicsit, hát nem is tudom, hogyan tudtatok beletenni. Abszolút, ahogy te is mondod, hogy 10 évvel ezelőtt kezdtük el ezt a sportot, és azóta minden egyes nap próbáljuk minden kis aprósággal fejleszteni saját magunkat és a sportágat is. Lehet, hogyha most elkezdnénk itt sorolgatni, akkor itt ülnénk este 8-ig, és nem tudnánk befejezni az egész programot. Nagyon sok mindenen múlott ez az aranyérem. Mi volt a legtöbb egyébként? Minden egyes érem nagyon sokat számít, és az is hozzátett egy kis extrát. Szerintem a legnagyobb, ami számított, az, hogy egy külföldi edzően Linával tudtunk együtt elkezdeni dolgozni még 2012-ben, azt hiszem, az egész magyar csapat, de én és Ádó már 2007-ben elkezdtünk vele együtt készülni, és szerintem azt tette hozzá a legnagyobban. Ugye mindig azt mondjátok, hogy meg tudjuk is, hogy a magyar sportban vannak olyan sportágok, amelyekben tényleg rengeteget tesznek, van, amelyekben mondjuk kevesebbet, de nem egy magyar felfogás az, hogy nagyon keményen kell dolgozni. Amikor kimentetek Kínába, akkor mennyire éreztétek magatokat furcsán, hogy hoho, itt azért valami más világ van? Hát amikor kimentünk el, akkor még tényleg fiatalok voltunk, szóval tényleg gyerekfejjel utaztunk ki, és annyira egy más világ volt számunkra, hisz bekerültünk egy olyan világba, amit előtte nem láttunk és nem ismertünk. De amikor visszajöttünk, akkor úgy érzem, hogy majd, hogy nem felnőtt fejjel jöttünk vissza, szóval nagyon, nagyon komoly, mind mentális, mind fizikai tréningen mentünk keresztül kint Kínába, szóval ez volt szerintem a pályafutásunknak az egyik döntő momentuma. Hogyan fogadták azt a fajta mentalitást, amit viszont magatokkal hoztatok? Mert ugye az egy gyökeresen más volt ahhoz képest, ami itt folyt. Hát amikor hazajöttünk, akkor egyből látták az itteni edzők, a vezetők a változást. Látták, hogy minden ilyen hazai, minden kisebb európai versenyt megnyertünk. Szóval látták, hogy ez a rendszer végül is jól működik, és így került hozzánk igazából Lina is. És azóta folytatjuk közösen így a munkát. Nagyon érdekes éven vagytok túl, vagy inkább szezonon, mondhatnánk így, mert inkább egyéniben jöttek a jobb eredmények, nem váltóban, miközben a váltóban abszolút benne volt ez a siker, és aztán az olimpián valahogy fordult a helyzet. Mi történt, vagy mi ez? Ennyire sokat számít a szerencsefaktor?
Igen, ez megmutatja a sportágnak a sajátosságát, hogy mennyire nincsen papírforma ebben a sportban, hiszen azt hiszem a kvalifikációs világkupák során azt hiszem 5 egyéni éremmel sikerült hazajönnöm, Ádúnak meg 2-vel, a váltóval meg éppen, hogy csak kikvalifikáltuk magunkat az olimpiára, úgyhogy ez is megmutatja, hogy a sportág mennyire sajátos sportág, és mennyire nehéz, és tényleg hatalmasat játszik a szerencse, hiszen lehet valaki akármennyire jó, megtesz mindent, ott van minden egyes edzésen, ő van ott legkorábban, és mégse lehet, hogy mégse jön úgy össze neki az érem. Szerencsére nekünk ott volt a csapat, és az utolsó nap, az utolsó távon volt egy utolsó esélyünk. Mennyire vagytok elégedettek ezzel az évvel? Még akkor is, hogy ott van az olimpiai érem. Akár te, Ádó, akinek ugye az egyéni eredmények mondjuk nem úgy jöttek, ahogy szeretted volna, de ezt ők annyira is elmondhatnánk. Hát, vagy az olimpiai arany mindenért kárpotta. Volt azért fent és lent is egyaránt, szóval még nagyon sok minden van, amiben változtatni kell és fejlődni tudunk. Persze minden negatív és minden pozitív dolog ugye fontos számunkra, hisz abból jönnek a visszajelzések, hogy mi hogy lesz a jövőben. Mi mind pozitívan állunk ezekhez az egész dologhoz, és próbálunk ugyanúgy fejlődni. Te mennyire vagy elégedett így, hogy az egyéni az nem úgy sikerült, hogy szeretted volna, világkupa vezető voltál, tehát hogy a ranglistát vezetted, és mégsem jött ki ebben a számban, amiben szeretted volna. Igen, 1000 méteren sikerült világkupa győztesként, 500 méteren meg másodikként kint lenne az olimpián, ami egy hatalmas pluszt adott a számomra. Sajnos nem úgy jött, az, hogy sajnos, az egy kicsit erős lenne, hiszen sikerült mindig döntőben korcsolyáznom, és mindig ott voltam a legjobb 5 és a 6 között. Sajnos az érem nem jött össze, lehet, hogy ezért érzik néhányan azt, mint te is, hogy egy kicsit nem úgy jött. Én inkább azt gondolom, hogy ti vagytok maximalisták, és olyat hoztatok be, amihez talán saját magatok felé elvárás, és ezért kérdezem, hogy ha az egyén jobban ment, akkor lehet, hogy abban hiányérzetetek van. De ha nem, akkor én csak örülök neki. Ti tettetek minket maximalistával, hiszen olyan nagy elvárásaitok vannak, hogy mindig meg kell össze kell harapni a fogunkat, és bizonyítanunk kell. De tényleg örülök, hogy sikerült döntőben korcsolyáznom minden egyes távon az olimpián, hiszen az megmutatta, hogy a képességeim megvoltak, csak a szerencsém nem úgy jött össze, hogy ahogy szerettem volna, vagy ahogy kellett volna, de szerencsére a váltó az mindent kárpótolt. Mennyire segített titeket az, hogy te már voltál ugye olimpián, Ádó, neked ez volt az első, tehát valamilyen szinten azért kellett egy kis tanácsadás, vagy mert azért a légkör ott egészen más, mint egy bármilyen versenyen. Hát az olimpiai versenyciklus az abszolút más, mint egy világkupa, mint egy világbajnokság. Azt tudni kell, hogy ugye lényegében ugyanazok az emberek vannak ott, mint egy világbajnokságon, de a mezőny tényleg annyira megváltozott mentálisan. Nem is akár, hogy fizikailag, de tényleg, hogy mentálisan mindenki sokkal stresszesebb volt, és mindenki jobban akart. Még hogyha nem is volt abban a fizikai állapotban, és mondjuk nem is volt olyan jó versenyző, még ő is oda tudott kerülni, hogyha nagyon akart. Szóval szerintem ez mindenkinek csak a fejében dölt el ez a verseny. Mi volt Montreában? Ugye jött az olimpia után egy világbajnokság, nagyon akartátok azt is, keményen edzettetek rá, nem hagytátok abba. Mi történt ott? Hát az túlzás, hogy keményen edzettünk volna rá. Mindenki szeretett volna egy kicsit kilazítani, és mindenki szeretett volna már itt a tévékbe szerepelni, vagy a tengerparton feküdni. Elég nehéz és húzós időszak volt ez az másfél-két hétes felkészülés a világbajnokságra, ami egy-két embernél nem ment egyszerűen, de kiutaztunk a világbajnokságra, és tényleg, ahogy volt egy interjúm, ahol elmondtam, hogy nem bírtuk eladni a versenyt, mert versenylovak vagyunk, és menni akartunk, és bizonyítani akartunk. Annak ellenére, hogy az edzések nem mentek annyira jól itthon, és nem annyira jó kedvel nem mentek itthon, de kimentünk a világbajnokságra, és megtettünk mindent, és azért ott is sikerült egy történelmi érmet szerezned, hát olyan eredményt értél, amit eddig még soha. Hát Ádó nélkül nem sikerült volna, hiszen nagyon sokat koriztunk együtt, sajnos nem a döntőkben, hanem elődöntőkben korisztunk együtt, aminek nem nagyon szoktunk örülni, hiszen az mindig nehezebb, hogyha elődöntőkben kell együtt korcsolyázni.
De szerencsére besegített, és sikerült ott lennem így a legjobb kettő között, legjobb tíz között. Ez egy technikai sportág, majdnem olyan, mint a Forma 1. Hogyan állunk mi ebben a világban? Mert azért elképesztő újítások, és azért magyar fejlesztések vannak a ti korcsolyátok körülben, nem tudom pontosan, hogyan fogalmazzam ezt meg. Hogyan állunk mi ezzel? Hát a mi technikai egységünknek a része, ugye a technikusok és a felszereléseink nagy része azért már, mondhatjuk, hogy már profi szinten van. Nagyon sok, a technikusok nagyon sok olyan dolgot gyártanak, amit esetleg eladnak már a külföldieknek is, és azok is használják. Szóval úgy gondolom, hogy ezen a technikai részen nagyon jól haladunk, és nagyon jól fejlődünk. Persze jönnek majd újabb, mindig lesznek újabb felszerelések, mindig jönnek újabb eszközök. Szóval próbáljuk ezt is tartani, a lépést. Még egyet mondjatok meg, most már végre jön a pihenés? Reméljük. Hogy néz ki az év? Tehát ez most befejeződött, pihenés jön, és aztán kell a következő szezonra készülni majd, vagy azért még van feladat? Nagyon reméljük, hogy jönni fog a pihenő. Majdnem 100 felkérésnél vagyunk, és reméljük, hogy mindenkinek eleget tudunk majd tenni. Próbáljuk elosztani egy kicsit egymást, ezért jöttünk ide ketten, és Viktorék nem tudom, hogy hol vannak. De próbáljuk tényleg egymás között felosztani ezt a majdnem 100 felkeresést, és próbálunk ott lenni mindenhol, de nagyon sokan vagytok. Köszönjük szépen akkor, hogy eljöttetek hozzánk, és akkor jó pihenést kívánok, és még egyszer gratulálok. Köszönjük szépen. Köszönöm.